Ercsei Attila következő előadása egy pénz- és tulajdonreform körvonalai egy globális valutakrízis előszobájában. Róla egy pár mondat építész, ökoépítészettel és fenntartható települési stratégiákkal foglalkozik. Makovec Imre és Rudolf Steiner tanítványaként az önigazgató társadalom 100 éve esedékes eszméjével foglalkozik. Központosított egységállam ideje lejár, a társadalmi organizmus három életszférája, a szellemi, a jogi, politikai és a gazdasági élet ki akar válni az egységállamból és önmaga megszervezésére törekszik. Az életterületek harmonikus szinergiáját a szabad individualizmus kell átvegye. Amíg ez nem történik meg, a káosz növekszik. A Covid-krízis egyfelől megmutatta, hogy súlyos mulasztásban vagyunk, amit az ellenerők kihasználnak. Másfelől soha nem látott esély nyílt a szabad individualitások számára, hogy életük kereteit önmaguk határozzák meg. Az önigazgató társadalom nem ideológia, hanem az emberiént belső magja, a Krisztusért megvalósulása a külsőben, a társadalom belső szerkezetében. Ez azonos léptékű változás az Ószövetségből az Új Szövetségbe való átmenettel, mely 2000 éve tart. Tehát még egyszer, egy pénz- és tulajdonreform körvonalai egy globális valutakrízis előszobájában. Köszöntjük Ercsei Attilát! Szóval azzal kezdem, amivel szoktam, hogy Mission Impossible, tehát ez lehetetlen küldetés, amire vállalkozom, hogy egy óra keretein belül képbe kerüljünk, de mégis megpróbálom. Először egy nagyon gyors áttekintés arról a egymással párhuzamosan futó krízis tényezőkről, amibe jelenleg az emberiséget vezetik, és utána pedig az erre adandó válaszokat próbálom összefoglalni. Az egész annak a keretében, hogy még mindig ahhoz vagyunk szokva, mindannyian, magamat is ide sorolom, hogy előadásokat hallgassunk, passzívan befogadjunk, mint egy tévénéző, és aztán tetszett, jó volt, nem volt jó, és aztán hazamegyünk, és nagyjából nem történik semmi. Most már más a helyzet, tehát most a valóságra vonatkozó gondolatokat kell megragadnunk, és csinálnunk kell, mert az ellenfél szemmel láthatólag egyre gyorsabban hajtja végre az agendáját. És ez az agenda, ez először ijesztőnek tűnhet, de csak azért, mert körülbelül egy évszázada elszoktunk a gondolkodástól. Be kell hozni ezt a lemaradást, különben kutyavilág vár ránk. Megpróbálom ezt a néhány krízis tényezőt gyorsan felsorolni, de előtte elmondom, hogy tehát Magyarországon nagyon sok önszerveződő közösség jött létre az elmúlt 3 évben, tehát a Covid-krízis óta. Ez azokból az emberekből áll, akik fölismerték, hogy itt valami nagyon nem stimmel, és ebből ki kéne szállni, ebből a hajóból. És ezek a közösségek jobbára szimpátia alapon ösztönösen jöttek létre, és ma már ez sok ezer főt jelent. És ezek mögött van egy több százezer fős passzív várakozó tömeg, aki tudja, hogy valami nem stimmel, és csak csöndben figyel, hogy melyik hajó farvizére üljön föl. Tehát ez egy jelentékeny tömeg, és elkövetkezett annak az ideje, hogy ezek a csoportok egymásról is tudjanak, egymással kapcsolatba lépjenek, és hálózatosodjanak, és együtt artikulálják a szándékaikat. Mivel itt nem a tínédzser korosztály foglal helyet, úgy látom, mindannyian emlékszünk még a rendszerváltásra. Most egy hasonló helyzet van, mint a rendszerváltozáskor, 89-90-ben,
csak most nem rendszerváltozás előtt állunk, hanem paradigmaváltás előtt. Tehát most az egész világ átalakulás előtt áll, és ebben képbe kéne kerüljünk, mert az ellenfeleink nagyon is képbe vannak, és mi pedig nem, hogy képbe kell kerüljünk, hanem azt is tudnunk kell, hogy perspektívát kell váltanunk. Tehát nem arról van szó, hogy az ellenfélről azt gondoljuk, hogy felmérhetetlen hatalommal rendelkezik, és mi csak kis porszemek vagyunk, ezen úgyse tudunk változtatni, és egy szorongás vesz uralkodik el rajtunk. Nem így van, ez fordítva van. A világ változása, ahogy a felvezető szövegben utaltam rá, az belőlünk indul ki. És az ellenfél ezt pontosan tudja, és ettől fél. Ezért készít ellenünk irányuló agendákat. Most erre egy kis kitérőt, hogy ezt kicsit az önbizalmunkat erősítsem. Az emberiség egy korszakváltás küszöbén áll. Tulajdonképpen már 100 éve ezen a küszöbön állunk, amit ahhoz hasonlítottam, ami akkora különbség, mint az Ószövetségből az Új Szövetségbe való átmenet. Nagyon is. Miről van szó? Az emberiség átment egy szükségszerű fejlődésen, ami a szellemtől való elszakadás és az anyagba süllyedést jelentette. Ez a materialista természettudomány kifejlődése volt, ami hasznos és szükségszerű dolog volt elszakadni a forrástól azért, hogy egy mélyrepülés után szabadon, szabad akarattal jussunk vissza ugyanoda. Ez tehát egy zuhanás és egy emelkedés volt. És ennek a fordulópontja, egy világtörténelmi fordulópont, ez Krisztus megjelenése volt. Azonban ez az átfordulás, ez hosszú időn át különböző eseményekben jelent meg. Az egyik a sötét kor, amit a óindiai a Káli Jugának neveznek. Ez az anyagba szállás, a zuhanó repülés kora, ez véget ért 1899-ben. Véget ért és emelkedőben vagyunk. A másik korszakhatár a materialista természettudomány korszakának vége. Ez 1879-ben történt, amikor a materialista természettudományt inspiráló magas szellemi lény, akit névről legalább mindannyian ismerünk, Gábriel Arkangyal, 350 éves korszaka, mint korszellem lejárt, és átadta a stafétabotot annak a korszellemnek, aki ma uralkodik. Ez Mihály Arkangyal, aki nem eltörölni akarja a materialista természettudományt, hanem kitágítani, mert a materialista természettudomány csak a halott természet leírására alkalmas. Tehát a fizika, az ásványvilág, matematika és hasonló törvényekre, de az élőre képtelen. Ehhez egy ki kell tágítani a szemléletet az érzékfeletti szférába. És ez egy másfajta tudományt jelent. Ezt hozza Mihály. Ennek a korszakát éljük. És ez azt jelenti, hogy az emberiség a 20. század fordulóján ismét elérkezett a szellemvilág küszöbére. Erről tudni kell, hogy ez egy objektíve létező világ. Ezt fura, hogy így magyaráznom kell, mert egy középkori embernek ez evidencia volt. Ma nem evidencia. Ma az a duma megy a médiában, hogy hát ez egy narratíva. Ez is igaz, az is igaz. Mindenki válasz, amit tetszik. És aki egy igazságot megfogalmaz, az ugye kirekesztő, mert a többit félretolja. Most ezt el kéne felejtsük, mert aki megtapasztalja a létező szellemvilág valóságát, az tudja, hogy az ugyanúgy objektíve létezik, mint az a fizikai valóság, amit itt, mint anyag meg tudunk fogni. Ezen a korszak határon egyensúlyozunk, néha át is léptünk már, de úgyhogy nem vettük észre. És még egy történelmi ritmust említenék, ezek a kultúrkorszakok ritmusai. Ezt szoktam emlegetni, de nem árt, ha ezt mindannyian betéve tudjuk. Mert az emberiség fejlődése nem egy darwini evolúció alapján halad, hanem valóban egy kozmikus ritmusoknak megfelelő fejlődésen megy át. Ezek
tehát csillagászati ritmusoknak felelnek meg. Egy-egy kultúrkorszak egy plátói világhónap idejéig tart, azaz 2160 évig. Az előző kultúrkorszak a mi előttünk lévő volt a görög-római. Ebben született meg Jézus, akiből Krisztus lett a Jordán keresztelő során, és a görög-római kultúrkorszaknak körülbelül 1400 körül volt vége, és elkezdődött az új, jelenlegi kultúrkorszak, amit germán kelt a közép-európai kultúrkorszaknak nevezhetünk. Vagyis a civilizáció centruma most itt van, Közép-Európában, nálunk is. És ennek a feladatát kéne fölismerjük, és ebben a magyarság feladatát, amihez képbe kell kerüljünk, ehhez tehát egy történelmi jelenléttudatot kell elérjünk. Vagyis nem romantikus képeket magunk elé idézni a még oly szép múltunkból, hanem válaszolni a jelenkor kérdéseire, és hogy ebben, tehát ha ebből indulunk ki, hogy mi vagyunk a civilizáció centruma, nagyon nem így látszik, ugye, ha körülnézünk. Tehát azt látjuk, hogy egy globalista, angolszász gazdasági uralom valósul meg a Földön. Igen, mert az angolszász népeken uralkodó okkult társaságok nagyon is képbe vannak, és ők akarnak a világ uraira lenni, és ezért ki kell ütniük Közép-Európát ebből a szerepből. Erről szólt az első és a második világháború is, és a jelenlegi háború is erről szól. Aki nem érti, hogy ez a háború Európa, Közép-Európa ellen zajlik, és nem az oroszok-ukránok között, az vagy naív, vagy tudatlan. Ezzel szembe kell nézni, és időnként kikapcsolni a tévét meg a rádiót, hogy magunkhoz térjünk. Tehát arról van szó, hogy továbbra is a NATO, aminek tagjai vagyunk, ugye, ahelyett, hogy kiléptünk volna belőle 89-ben, vagyis a Varsói Szerződés megszüntével nem léptünk volna be eleve. Ehelyett beléptünk a NATO-ba, aminek mi a doktrinája? A NATO első főtitkára, Lord Ismay fogalmazta ezt meg, és ma is megtalálhatjuk a NATO honlapján, a Lord Ismaynek az önéletrajzát olvasgatjuk. Ez úgy szól, hogy magyarul mondom, Amerikát bent, az oroszokat kint, a németeket lent tartani. A németek közé magukat is értették. Tehát az angolszász geostratégia célja oroszokat, akik pedig egy európai nép, távol tartani, Amerikát bent tartani, ő uralkodjon, és a németek pedig a padlóra kerüljenek. Na most ők most ott vannak. Megvonták tőlük az orosz energiát, és a német ipar tönkretétele zajlik, és a német középosztály kinyírása. És jelentem, hogy Magyarország is hasonló pályán van, de mi még talpon vagyunk. És egy egyedülálló történelmi lehetőség áll előttünk, mert ami Németország és egész Közép-Európa feladata lenne, a lehetséges cselekvők közül pillanatnyilag úgy érzem, hogy egyedül Magyarország van relatíve cselekvőképes állapotban. De mi ez a tennivaló? Tehát ennyi felvezetésként, hogy egy kicsit az önbizalmunkat erősítsen. Tehát nem nekünk kell félni az ellenféltől, ők félnek nagyon tőlünk. És meg akarják akadályozni, hogy betöltsük a történelmi feladatunkat. De mi ez a feladat? Nézzük az általuk generált kríziseket. Ugye ők úgy dolgoznak, hogy az irányított káoszt használják. Először egy nagy káoszt keltenek, majd a háttérből ezzel manővereznek, hogy az események arra alakuljanak, ahogy ők szeretnék. Nézzük ezt a kb. 6 ilyen krízis, 6-7 krízis tényező van, amik mind kreáltak. Tehát az egyik a Covid krízis, ezt ugye tudjuk. Mi ennek a perspektívája? Miért csinálják? Nem az egészségünkről van szó. Emögött van egy szándék, ami a digitális identitás megteremtésével függ össze, és a robotizáció, illetve a mesterséges intelligenciával. Ez ugye
mostanában vált világossá, hogy a vakcinákkal nem csak méreganyagot akarnak belénk juttatni, hogy tizedeljék a népfelesleget, úgymond ez egy mellékhatás. A fő hatás, hogy hidrogéleket juttassanak a keringési rendszerünkbe, amik adóvevőként működnek. Ezek egy mindenkinek ajánlom a figyelmét, aki nem hallotta, egy amerikai orvosnő, Carrie Madej szokott erről beszélni, őt meghívták egy konferenciára. Ez elég régen volt, 2015-ben. Akkor beszéltek erről a technológiáról, és próbálták meggyőzni. Ezek a hidrogélek ugye vizet magukba szívó anyagok, amik ha megszívták magukat, akkor képlékenyek lesznek, és önregeneráló, önfelépítő tulajdonsággal nanoszerkezeteket hoznak létre. Tehát bejutatjuk a véráramba, akkor ezek a szervezet pillanatnyi állapotáról valós idejű információkat szállítanak folyamatosan, ahogy a mRNA-s vakcina egyik fejlesztője, a BioNTech egyik előadója egy konferencián ismertette, hogy ezzel egy operációs rendszert juttatunk bele az emberbe. Mire jó ez? Ahogy Carrie Madej elmondta, ugye ez a, például ez a, ezek a belőlünk folyamatosan küldött információk, ugye egy személyiség profilunkat kezelő számítógépbe jutnak bele, amely állandóan elemzi az adatokat. És ebből például meg tudja állapítani, hogy éppen hazudtunk, vagy nem hazudtunk-e. Amikor beszélgetünk a barátnőnkkel, hogy még nem tudtam odaérni, édes, mert még az autópályán vagyok, várjál, a komputer megnéz, hogy hol is van ez az ember. Ja, az nincs az autópályán, ez egész máshol van. Akkor megnézi, hogy most mennyire izzad, milyen a szív ritmusa, légzése, stb. Ezt összerakja, azt mondja, amikor hazudik, akkor ilyen. És innentől fogva mindig tudni fogja, hogy mikor hazudunk. Ugye ez egy beépített hazugságvizsgáló. És ezzel a szervezetünk, ezzel a hidrogél bejutatásával megszűnik tisztán ember lenni. Egy fél ember, fél gép, egy úgynevezett cyborg vagy kiborg, kibernetikus organizmus lesz. Tehát félig gépeké váltunk, egy nagy külső számítógép rendszerrel lettünk összekötve, ami az életünket irányítja, befolyásolja. És 2015-ben ezen a konferencián ezt az orvosnőt arról akarták meggyőzni, hogy ez nagyszerű, ezt állj meg közénk. És ő természetes módon visszautasította ezt, és azt mondta, hogy akkor még az volt a probléma, hogy ezt mikrocsipek formájában, ilyen ricsszem méretű kis szerkezetekbe akarták bejutatni a szervezetbe, de úgy döntöttek, hogy ez túl kockázatos, ezt még finomítani kell. És ekkor jutottak el a nanoszerkezetekig pár évvel később, amit már egy vakcinán keresztül be tudnak adni. Most tartunk itt. És közben a digitális identitást fölfejlesztették, és most állunk egy olyan valuta reform előtt, amikor a digitális valutát bevezetve és a karbonkredit rendszert bevezetve ez a totális kontroll összeáll egy rendszerré, ha hagyjuk. Tehát nézzük tovább, tehát a Covid krízis még mindig behívják a rádióstúdiókba a Rusvai doktort, meg hasonló köztörvényes bűnözőket. Nem értem, de legyen. Tehát ezeket el kell számoltatni, ez nem kérdés. De az a duma, hogy innentől fogva távgyógyítás fog menni, mert ez a bejutatott hidrogél, ezt ugye a távgyógyítás dumájával adják be, hogy majd távolról figyelje a nagy komputer, nem kell dokihoz menni, az, és valóban figyel, mindent figyel. De nem szabad belemenni. Tehát el kell számoltatni őket majd. Ki kell lépni az ENSZ-ből, a WHO-ból, stb. Miért? Ezt is mindig elmondom, mert az ENSZ létrejöttéről nincs, az embereknek nincs tudomása. Ezt 1947-ben Churchill elmondta Londonban, a Royal Albert Hallban, az Egyesült Európa konferencián. Ezt mindig elmondom, jegyezzük meg jól.
ott elmondta, hogy egy sikertelen próbálkozás után a Népszövetségre gondolt, létre kell hoznunk egy hatékony nemzetközi szervezetet, ami majdan egy hatékony világkormányzás lehetővé tesz. Ez az ENSZ-re vonatkozik. De előtte létre kell hoznunk egy Európai Uniót, angol száz dominanciával, ami egy szükséges közbenső lépcsőfok egy hatékony világkormányzáshoz. Tehát ezért hozták létre az Európai Uniót, hogy egy szuperállammá növesszék, betagoznak minket, nem mint szuverén tagállamot, hanem mint egy alattvalót, aki majd a világkormány alá kerül. Tehát ezért kell sürgősen kilépni onnan, de ez csak egy részkérdés. Akkor a valutakrízis. Ernst Wolf egy kiváló német pénzügyi szakértő legutóbb június közepén tett közzé egy rövid 15 perces videót, amiben ő elég pontosan érzékeli a folyamatokat. Ebben említette, hogy egy vihar előtti csend van. Tavasszal három amerikai bank ment csődbe. Ezek közül a legnagyobbak között volt ez a három bank, ezeket kimentették. Nem csak, hogy a betétbiztosítási alappal, nem csak a minimum, betett betétek egy részét fizették ki, hanem 100%-ban kifizetek mindenkinek mindent. Már ez gyanús, és az amerikai jegybank, a Federal Reserve tovább folytatta azt a kamatpolitikát, amivel az alapkamat emelésével borítékolható, hogy sorozatos bankcsődök fognak következni még ebben az évben. Ez át fog csapni Európába is, és azt is látjuk, hogy a dollár krízis helyzetbe került. És ez nem véletlen, vagy egy baleset, ez tervezett dolog a dollár összeolvasztása, hogy a keletkezett krízis helyzetben fölkínálják számunkra a digitális valutát, mint menekülő utat. Tehát, hogyha a dollár összeomlik, akkor ez a állami döntés alapján létrehozott úgynevezett fiat valuták összeomlását is jelenti, például az eurójét. És ezzel össze van kötve a forint is, tehát lehetséges a forint idei összeomlása. Föl vagyunk erre készülve. Mi erre a válaszunk? Mert Matolcsy György nyilvános nyilatkozataiban egyértelműen megmondja, hogy készüljünk föl erre a pénzforradalomra, amit a digitális valuta jelent. Szüntessük meg a készpénzt, és tiltsuk be a kriptovalutákat. Ez elhangzott. Tehát a kriptovalutát én nem tartom megoldásnak, csak egy köztes részmegoldásnak, de a készpénz megszüntetése az egy szabadságjog. Egy szabadságjog megvonása. Ebben nem szabad belemennünk. És ezzel készítik elő azt a nemzeti digitális valutát, ami valójában egy globális valutarendszerbe tagozódik bele technológiailag. Az infrastruktúráját már lerakták, két éve itt vannak Magyarországon ezek a szuperszámítógépek. Tehát minden adott hozzá, hogy ők átálljanak erre. Most ugye a digitális valuta az egy programozható pénz. Akiket bekapcsolnak ebbe, ugye ez azt is jelenti, ezt a hazai kereskedelmi bankok tisztviselői sem tudják, nagyon kevesen tudják közülük, hogy rájuk nem lesz szükség. Megszűnnek a kereskedelmi bankok. Egyetlen egy bank lesz, a Magyar Nemzeti Bank, ami ennek a digitális valutának a kezelője lesz, kibocsátója. Ám de addigra életbe lép ez a digitális identitás, mindenki kap egy személyiségprofilt és egy karbonkreditet hónapra lebontva. Megszabja, hogy mennyi széndioxidot fogyaszthat az evés, utazás, stb. Során. Közben nézem, hogy mennyi időm van. Fél időben. Jó. És ez alapján, ha túllépjük a ránk kiszabott karbonkredit keretünket, és mondjuk tankolni akarunk, fizetni akarunk a benzinkuton, a bankkártyán nem működik. Letilt. Ha túléptük a kreditünket, és télen fűtünk, és már nem túlfűtünk, ennyi-bennye, akkor a táv
az elektrifikált fűtési rendszerünket központi rendszer leszabályozza. Elég lesz nektek 15 fok is, elvtársak. Na most, hogy ez nem kamu, ugye itt van nálam egy hozzáférhető, nyilvánosan hozzáférhető anyag, dokumentum, egy részlete. Ez egy angol egyetemi tanulmánynak álcázták, ez a Net Zero Carbon Britain 2050 című projekt tanulmány. Oxfordi egyetemi kutatók állították össze, tehát egyetemi tanulmánynak van álcázva, és mint mondtam, 2019-es keltezésű. Ez leírja a cselekvési tervet 2050-ig. Ugye ez egy javaslatnak van előadva, de én tudom, hogy ez már 10 éve folyik. Tehát én voltam a brit nagykövetségen egy konferencián 10 évvel ezelőtt, ahol már ez volt a téma, ahol a carbon credit, illetve a széndioxid emisszió konkrét csökkentésére vonatkozó szakértők számoltak be a folyó munkáról, mert akkor már eldöntötték az angolok, és törvénybe iktatták, hogy 2050-re megszüntetik a széndioxid kibocsátást Angliában. Tehát megszüntetik. Föl tudjuk ezt fogni? Mit jelent ez? Itt a táblázatban cselekvési tervek vannak 2020 és 29 között, 30-tól 49-ig, majd 50 és 50 utánra vonatkozóak. Csak egy pár ízelítő. Repülés. 2029-ig minden repülőteret bezárunk Angliában, kivéve a Heathrow-t és a Glasgow és a Belfast-i repülőteret. 2049-ig minden maradék repülőteret bezárunk. 2050 az abszolút zéro, nulla légi közlekedés. Föl tudjuk ezt fogni? Nincs repülés többet, mert az bünti, ugye? Túl sok széndioxid emisszió. Hozzáteszem, azt elfelejtettem mondani, hogy ez kamu. Tehát a széndioxid emisszió nem az oka a globális felmelegedésnek. Ezek három okot tudok megnevezni. Az egyik nagy földtörténeti korszakok, amikben ez egy ciklikusan előforduló állapot, amikor emelkedik a hőmérséklet, és a széndioxid emisszió az nem döntő tényező ebben. Ugye ezt még nem eléggé közismert, hogy több ezer, talán nem tudom hány ezer óriás tankhajó és teherszállító hajó megy az óceánokon. Ezekből 15-nek a fogyasztása annyi, mint az összes személyautó fogyasztása. Akkor miről beszélünk? Azon kívül, hogy a globális széndioxid emissziónak egy pár százalékáért felelős az ember. Tehát eldurrantja magát egy vulkán, sehol nem vagyunk. Tehát nem ez a befolyásoló tényező. És voltak olyan földtörténeti korok, amikor jóval magasabb széndioxid koncentráció volt a légkörben, jóval alacsonyabb hőmérséklettel. Tehát nem ez függ össze. Az ENSZ klímakutató kamu szervezetében, az IPCC-ben dolgozott svéd kutató kimutatta, és kilépett utána a szervezetből, hogy a naptevékenység ciklikussága okozza. Tehát ő ezen az állásponton van, és van még egy harmadik tényező, ez pedig a Földnek, mint élő organizmusnak az elektromágneses hullámokkal való terhelése, ami a Földnek egy lázas állapotát idézi elő. Tehát ezekkel kell foglalkozni, nem a széndioxid fasizmussal, amit itt csinálnak. De olvasom tovább. A hajózást is 2050-re le akarják nullázni. Tehát nulla. Az összes otthoni berendezést, főző, egyéb mindent elektrifikálni akarnak, és a mai energiahasználatot a jelenlegi használat 60%-ára redukálni. Mit jelent ez az autóközlekedésben? Mivel ezek fafejű technokrata mérnökök, akik ezt készítették. Tehát hasonlóan a előttem szóló által említett geoengineering, ugye a időjárás manipuláció szakembereivel. Ezeket nem érdekel semmi más, semmi szociális hatás, semmi egyéb. Számolnak. Azt mondják, hogy ja, hát a személyautó állományt, hát még nem biztos, hogy
2050-ig le tudjuk mind cserélni elektromos autóra. Most hagyjuk ennek a környezeti hatásait, de most ne menjünk bele. Nem baj, csak a 60%-át tudjuk. A többi akkor ne utazzon. Ez a válaszuk. 60%-nak lesz villanyajtó autója, többi marad otthon. És ezt leírják. És nézzük tovább. Itt a húsevésről, ha az előző előadó, ugye én erre csak azt mondom, hogy Szent Pál azt mondta, van, aki úgy imádja Istent, hogy eszik húst, van, aki úgy, hogy nem eszik húst. Tehát én ezen az állásponton vagyok, mindenki ehet vagy nem ehet, de ezt döntse el ő, ne az állam döntse el. Márpedig itt az szerepel, hogy 2049-ig a marha és borjú húst kivezetjük a piacról. Nulla húsevés, csak az egészségünk érdekében. Még egy-két, ugye a cement és acélgyártás szintén megszüntetik, mert az se kóser. És még egy dolog, hogy gondoskodnak arról, hogy ne legyünk pazarlóak. Meg lesz szabad a ruházatunkra is, hogy annak a hogy hány rend ruhát vásárolunk, annak is van emissziója, persze. És akkor egy radikálisabb és egy enyhébb forgatókönyvet gondolnak ránk. A radikálisabb azt bátrabbnak nevezik. A másikat enyhébbnek. Ebben megkötik, hogy a lazább menetrend szerint 5 ruhát vehetünk évente. A szigorúbb szerint 3-at. Mondják ők. Azok a figurák, akik ugye magárepülőgépen kerültöznek Davos és mit tudom én, Washington között. Tehát közeleg ez a valuta krízis, erre kell, hogy legyen egy válaszunk. És közeleg az is, hogy ugye a tulajdonunktól akarnak megfosztani. Mindenfajta tulajdontól, és ez a share economy, a megosztásos gazdaság, aminek eredményeképpen minden tulajdonról ők akarnak rendelkezni, ez a leendő világkormány, ami jelenleg ugye konkrétan, egész konkrétan emögött a világ legnagyobb befektetési alapja, a BlackRock áll, tehát ő fogja a világkormány álcája alatt az összes tulajdont magához vonni. Termőföldet, termelőeszközöket, ingatlanokat, mindent, még a ruhánkat is, mert azt is bérelni fogjuk, szerintük. Ezért kell, hogy legyen egy tulajdonreform válaszunk erre. Az energiakrízis és klímapályák, ezt már mondtam, tehát van, nem azt mondom, én nem tartom ellenségesnek a fosszilis tüzelőanyagokat, nem tartom veszélyesnek a klímára. A pazarlásuk az természetesen felesleges, az energiahatékonyság nagyon fontos dolog, de mindez nem úgy, hogy kényszerrel, egy fasiszta diktatúra kényszerével kényszerítik a háztulajdonosokat, hogyha nem teljesíted ezt a hőtechnikai követelményt, akkor elvesszük tőled az ingatlanodat, mert ennek nézünk elébe. Ezt nem szabad megengednünk. Az élelmiszerkrízis. Ennek a hazai verziója az ukrán gabonaimport. Ez hazavágta a hazai gabonatermelőket. Van, akinek az idei volt az utolsó aratása. Mert ezzel a lenyomott, vámmentes, mérgezett, génmódosított, penészes ukrán gabonával nem tudnak versenyezni. Kérdezem, hogy a magyar élelmiszerbiztonság hol van? Akkor kezdtek el vizsgálódni, amikor már az összes malom megtelt ukrán búzával. És a magyar búzát önköltségi áron se vették meg. Mi a céljuk? A céljuk a mezőgazdaság megszüntetése, kapaszkodjunk meg. Mert ők a túlnépesedett emberiséget ugye meg akarják tizedelni, és az ő véleményük szerint ez csak a szintetikus élelmiszerek tudják megoldani. Ezért a hagyományos mezőgazdaságot föl akarják számolni. Kezdik az állattartással, folytatják a növénytermesztéssel, és helyette fogják a vertical farming, szintetikus élelmiszer, 3D-s nyomtatott húst és hasonlókat etetni velünk, aminek
minden hazugság, amit ezzel kapcsolatban mondanak, mert tudnunk kell, hogy az egészséges élelmiszerek, azok a fiziológiai alapjai az ember gondolkodási képességének. Tehát a gondolkodási képesség táplálkozási kérdés is. Ezekből a szintetikus táplálékokból minden hiányzik, ami a gondolkodáshoz szükséges. Tehát ezek eszközei annak, hogy lebutítsák a néptömegeket. Ezért fontos, nem csak azért, hogy fittek legyünk, hogy tudjuk, hogy honnan származik az élelmiszer, mi van benne. Ez létkérdés. Nem szabad más tennünk, már akinek egyáltalán ez számít. És akkor a háborús krízis. Hát ha történelmi jelenléttudatot sikerül valaha elérnünk, akkor látjuk, hogy ez egy színjáték, és ebből egyetlen egy kiút van az, hogy kilépjünk és semlegességet deklaráljunk, és Magyarország egy másfajta honvédségi politikát képviseljen, ami leginkább a Svájchoz hasonló, ahol ugye 400 éve nem volt háború, de minden családfő katona, és minden második hétvégén elmegy gyakorlatozni. Az otthon tárolt fegyverét vállára veszi, és felszáll a hévre, és megy lőgyakorlatra. És ez általános hadkötelezettséget jelent. Hozzáteszem azt az apróságot, hogy nemrég... Hajrá! Ugye? Na, hát megjelentek a fiúk. Tessék, erről beszélek. Tehát... Nemrég ez a közben én kutatásról beszélek. Megkérdezték fiatal férfiakat, hogyha Magyarországot katonai támadás érni, elmennének-e valamilyen módon, kapával, kaszával, de megvédeni a hazát. Azok, akik valamennyi fél évet vagy egy évet voltak katona, azok azt mondták, hogy igen. Aki nem volt katona, mert nem volt kötelező, azok egytől egyik azt mondták, hogy én nem, én elhúznék innen azonnal. Hát ez a helyzet. Mit játszok itt a pacifistát? Az életünkről van szó. Nem akarunk senkit sem elfoglalni, csak megvédeni az életünket, meg a családunkért, nem? Ez a evidens. És az utolsó válság tényező az a robotizáció, az ipar 4.0 és az mesterséges intelligencia. Itt nagyon rövid a teendő. Szembe kell nézni azzal, hogy a profitérdek által hajszolt, felfokozott ütemű technológiai fejlesztés lehagyta az embert. A kulturális fejlődésünk nem tartott ezzel lépést. Nem tudjuk, hogy mi ez a technológiai rendszer, ami körülvesz minket, nem értjük. Gőzünk nincs róla. Ezért itt egy teendő van, azonnal is stop. Hogy körülnézzünk és elgondolkozzunk, hogy mit engedhetünk. Mert nem mondhatunk le a gépekről. Én nem vagyok gépromboló, bár néha nagy kedvem lenne hozzá, de nem. Hanem meg kell húzni a határt, hogy hova engedünk be gépeket és mire. Van, amire nem lehet. Mondok egy példát. És itt ez egy önkritika a mai magyar társadalom állapotára nézve. Ennek egy állatorvosi ló tünete a pedagógus demonstráció. A pedagógusoknak, mint bárki másnak a rendszerváltás óta 31 néhány évük volt arra, hogy csináljanak egy önigazgató iskolát, vagy egyetemet. Nem olyan nagy ambíció ez, talán csak térjünk vissza a középkori egyetemekhez, amik autonóm területek voltak, oda rendőr se tehette be a lábát. Se politikus, se semmi. Egyetemi autonómia volt középkor, a sötét középkorban. Ettől ma fényévekre vannak az egyetemek. Ezt meg kellett volna csinálni. Volt rá 31 néhány évünk. Ezt elmulasztották a pedagógusok. Tisztelet a kis számú kivételnek. Mert vannak önigazgató iskolák Magyarországon. Két kezemben meg tudom számolni, mennyi. Körülbelül ennyi. És itt az egyik kiállításon lehet látni a Kléber-Kuno tanyasi iskoláit. Na, azok önigazgatók voltak. Bár az állam segítette őket. De ezt elmulasztották. És ma helyettük az állam oldotta meg. Úgy, ahogy az állam
ezt meg tudja oldani, holott az államnak semmi köze nem lenne az oktatáshoz. Nem lenne szabad beavatkoznia se a tartalmába, se a finanszírozásába. Egy önigazgató iskola az állami és gazdasági befolyástól függetlenül kell, hogy létezzen. Ez nem evidens. Ezek után demonstrálnak a börtönkoszt javításáért. De, és szolidaritást várnak el mindannyiunktól. Miközben a Covid-krízis alatt végignézték, ahogy több ezer pedagógust kirúgtak, mert nem volt hajlandó beoltatni magát. Akkor hol voltak? Milyen alapon kérnek szolidaritást? De ez csak egy általános helyzetkép, hogy gondolattalanság, szolidaritás hiánya, és csak akkor demonstrálunk, ha éppen alulunk kihúzzák a szőnyeget. Nem foglalkozunk a szomszéddal se. Ennek az ideje lejárt. És ennek a kísérlet, erre az a kísérlet, hogy összehívtam a önfenntartó közösségek kerekasztalát július végén. Ez alapján elindul egyfajta hálózatosodás, ahol ez a szervezet is, ahol most beszélek, ők is ott voltak, és ők is cselekvő részei, hogy azok, akik ki akarnak szállni ebből a szakadék felé vágtázó helyzetből, megszervezzék magukat, hálózatosodjanak, és ezt artikulálják, mert ez egy jelentékeny, meglévő számát tekintve is jelentékeny, de a halk figyelő háttér tekintetében pedig egy több százezres tömegről van szó, hogy ezek artikulálják az akaratukat. Nem a politikától várjuk a megváltást és a megoldásokat, azt magunknak kell kiküzdeni. Ezt még van pár percen. De artikulálni kell a politikának, hogy tudjanak rólunk. Mert bizonyos szempontból felelősségük van. Ők a hivatalos megválasztott akármi. Tehát nem csinálhatnak akármit a mi tudtunk és beleegyezésünk nélkül. Ha azt csinálják, azért el kell számolni. Tehát ez csak pozitív tartalmakat akarok közölni számukra. Tehát most nagyjából ez a kerekasztal ez megpróbálja, tehát a közös pontokat megtalálni ezen szervezetek között, és egy közös agendát elfogadni. De a legfontosabb, hogy ez egy kerekasztal nyilvános megbeszélései során alakul ki. Ugyanolyan kerekasztalokra van most szükség, mint a rendszerváltás környékén Kelet-Európában megszülettek, a volt kommunista országokban. Ezek spontán jöttek létre, de az ellenfélnek már kész forgatókönyve volt, és ezeket pártokká alakították a kerekasztal körül ülőket, és ezzel szétrobbantották a közvetlen demokráciának ezt a formáját. És a kommunizmus után a másik zsákutcába, a kapitalizmusba vezettek be minket, és elmulasztottuk a harmadik út megkeresését, amit pedig a magyar népesség jelentős része akar, mert hisz 56-ban is ezt akartuk. Nem akartunk restaurációt, és nem akartuk, hogy a kommunisták visszajöjjenek, ellenben megalakítottuk a jövő gazdaságának csíráit, a munkástanácsokat, akik sem profitterv alapján nem működnek, sem központi tervutasítás alapján, hanem a fogyasztókkal kommunikálnak, hogy a termelésüket a valós szükségletek fedezésére irányítsák. Ez a jövő gazdaságának a csírája, ezért kellett eltaposnia amerikai utasítása az orosz tankoknak a magyar forradalmat. Most megint itt vagyunk egy ilyen helyzetben. Jönnek létre ezek az új gazdaság csírái, a kosárközösségek és egyéb formációk. Ezt a mozgalmat néhányan a párhuzamos társadalom mozgalmának neveztük. Ez nem keverendő össze a Németországban kialakult muszlim közösség párhuzamos társadalmával, nem. Az előkép a lengyel szolidaritás, akik 80-81-ben jöttek létre, és számoltak azzal, hogy a kommunista rendszert nem tudják még megváltoztatni. Ezért kiépítettek egy párhuzamos társadalmat. A saját intézményeiket megformálták. Az élelmiszerellátástól kezdve, az önvédelemig, a
oktatásig mindent, és aztán eljött a változás pillanata, akkor léptek. És hogy az, hogy utána megint megvezették őket, az egy külön történet. Ezt még egyszer nem engedhetjük meg magunknak. Tehát nagyon fontos, hogy itt minden jó akaratú emberhez kell, hogy legyen mondani valónk. Mert ehhez van egy előképünk. Az eredeti német zöldeket említem, akik 80-ban alakultak, és egy harmadik utas politikát képviseltek. Őket aztán eltérítették. A alapító vezetőik közül van, akiket meggyilkoltak, van, akiket eltüntettek, van, akik helyére ügynököket tettek, tehát ez a mai ökofasizmus, ez már ennek semmi köze ahhoz. De akkor megpróbáltak egy áttörést, ami nem sikerült, és az a jelszavuk úgy szólt, hogy egység a sokféleségben, és szabadság az egységben. Tehát mindenkinek a saját világnézetét, felfogását, tiszteletben tartották, és a közöset keresték meg. Tehát ezek különböző nézetű csoportosulásokból összeállt konglomerátumok voltak, akik a közvetlen demokrácia alapján működtek, tehát kerekasztalok körül ültek, sokat vitatkoztak, indítottak egy szabad egyetemet, hogy képbe kerüljenek. Nekünk is ez a feladatunk. Tehát most gyorsan összefoglalva, hogy mi lehet a teendőnk, mi az a pár tétel, amivel mondjuk ezt az agendát, amivel ez az agendánk összeállhat. Tehát a kerekasztal körüli meghívottak önkéntes alapon javaslatot tehettek, hogy melyik területtel akarnak foglalkozni leginkább, amihez értenek. Az egyik ilyen terület az egészségügy, a gyógyítás, tehát ahol az orvosok gyógyítanak, a kórházak nem halálgyárok, mint ma. Gyógyítás fizikailag, illetve mentálhigiénés alapon. Az energiaellátás, az alternatív média, ez már létezik, már csak az a feladat, hogy a sokféle párhuzamos médium egy közös platformon legyen látható, és mindenki hozzáférhessen, cenzúramentesen. Az új pénz és a tulajdonreform. Erről még röviden pár szót. Tehát van egy új pénz, ami máshogy működik, tehát azt a pénzreformot próbáljuk megvalósítani, amire 100 éve vár Európa, és eddig nem sikerült megtennie. És Európából ugye a világ többi részére is ennek ki kéne áramolnia. Ez a jelenlegi pénzrendszer, ami a pénz és tulajdon monopóliumon alapul, ezt kell fölváltani egy olyan pénzzel, amit nem lehet hatalmi eszközként működtetni. Ennek van megoldása, ez a lejáratos pénz, aminek érdekes módon az ellenfél a digitális valutával ennek a karikatúráját akarja megvalósítani. Most nem mennék bele, de kísértetiesen hasonlít a mi új pénzünk, az ellenfél új pénze, egy lényeges különbséggel, hogy míg a miénk a pénz kezelését a helyi közösségek kezébe teszi, a helyi fogyasztók és termelők közössége kezeli a pénzt, a vásárlópénzt, a hitelpénzt és minden egyéb formáját, míg az ellenfél ezt egy kézbe teszi, ami egy globális bank keze, ami egy totális ellenőrző állam, világállam keze. Tehát ugyanazt a struktúrát használják, csak egy totális, egyközpontú ellenőrzés formában felülről lefelé, mi pedig alulról fölfele építkező autonóm rendszer. Ez, hogy ezt megértsük, hogy hogyan működik, ez egy tanulási folyamatot igényel. A pénz technológiailag, infrastruktúrálisan rendelkezésre áll, bármikor el lehet indítani, ha van elegendő számú használó, mert ennek van egy nagyon minimális működtetési költsége. Ezt elő kell teremteni. De amint ez működik, pár ezer ember belép, ez
alkalmas lehet, hogy ha esetben, ha bedöntik a dollárt és összeomlasztják a forintot is, akkor ez egy vészforgatókönyv. Ha nem tiltják be a kriptovalutákat, mert a mi zárt pénzrendszerünkhöz az átmeneti időben, amíg átváltásra van szükség a forint és a mi pénzünk között, addig szükséges egy kriptovaluta beiktatása is. Ha ezt nem tiltják be, akkor ezt azonnal el kell tudni működtetni. A szelídebb változat, hogyha a forint talpon marad, akkor minél tovább, annál békésebben tud a mi rendszerünk kifejlődni, hogy egyszer csak szépen átbillenjen, és a gazdálkodás és a mindenféle pénzmozgás súlypontja áthelyeződjön a mi térfelünkre. Hozzáteszem, hogy ez azt jelenti, hogy a megszűnő, felülről megszüntetett központi kereskedelmi bankok helyett a mi közösségeink fogják helyben a saját pénzüket kezelni. De ezt meg kell tanulni, ez egy tanulási folyamat. Erre, tehát amit a mondókám összefoglalásaképp akarok mondani, hogy ezt az agendát nyilvánosságra fogjuk hozni rövidesen, mert a kerekasztal már működik. És az idén még ennek nyilvánosság elé kell jutnia, és a mögötte álló személyek és szervezetek ezt föl kell tudni mutassák, hogy a politika legalább tudjon rólunk, tudjuk, hogy tudni fog, mert a kormánypártnak van egy közvéleménykutató intézete, a Századvég, ami heti mintavételek alapján tökéletesen képben van, hogy a társadalmon belül hogyan gondolkodunk. És ezt minden héten meghallgatják, és a mondókájukat ahhoz igazítják. Tehát tudni fogják, akárhol, akármiről beszélünk, itt ezt is tudják, tehát jól hallják, mi nem titkolózunk, a nyilvánosság számukra nem beszél. Tehát a pénz és a tulajdonreform, ezt most már nem mennék bele, de a lényeg az, hogy ha az az alternatíva, hogy minden tulajdonunktól megfosztanak, akkor itt az ideje, hogy kidolgozunk egy olyan megoldást, ahol az juthat tulajdonhoz, termelőeszközhöz, aki ért hozzá, és nem az, akinek pénze van. Erre csak egy fél mondatot áldoznék, hogy ezt egyébként Ángyán József eredeti vidékprogramja 2010-ben tartalmazta. Ángyán József kb. 20 éve barátom, és nem véletlen, hogy félretették. Tehát azt csak elő kell venni. Az élelmiszer önrendelkezés, az egészséges élelmiszerek, ezt nem kell magyarázni, ezt mindenkinek utána kell mennie, hogy mit teszik és honnan szerzi be. És meg kell mentsük a gazdákat, meg kell védjük a mezőgazdaságot. És ebben is egy tanulási folyamat van. Segítenünk kell, nem úgy, ahogy a nyugat követeli, hogy egy ideig azt szponzorálták, ha valaki az iparosított mezőgazdasági tömegtermés átállt, majd most ezeket betiltják, mint a holland gazdákat, hogy túl környezetterülőek vagytok, akkor álljatok le. Nem így gondoljuk, hanem hogy meg kell tanulni, hogy átállni szépen szeliden bio élelmiszerek termelésére, hogy tudjuk, hogy mit teszünk. A honvédelemről beszéltem, a klímaváltozásról röviden annyit, hogy a hazugazást azt abba kéne hagyni, és ami a klímára befolyással rendelkezik, az, hogy Magyarország erdőfelületei és vízjárta területei radikálisan meg kell növelni, és vissza kell térni ugye az ártéri gazdálkodáshoz. Ezt nem akarom, mert jóval okosabb emberek vannak nálam, akik ezt ismerik és tudják, és évtizedek óta téma ez. Tehát ezt el kéne kezdeni csinálni, mert tudjuk befolyásolni a klímát. És még egy, az időjárás manipuláció minden fajtáját azonnal be kell tiltani. Tehát a Magyarország légterén minden nap áthúzó chemtrail-eket azonnal be kell tiltani. Érdekes módon vannak olyan országok, ahol nincs ilyen égbolt. El kell menni Egyiptomba. Warum? Wofür? Tehát lehet. A honvédelemről beszéltem, digitális identitásról szintén, és a külkapcsolatokról végül, hogy
igen, ezek a külkapcsolatok furcsán alakulnak. A Covid-krízis eleje óta globális szintre tágult a kommunikációnk. Tudunk közvetlenül beszélgetni kanadai, amerikai, új-zélandi, ausztrál barátainkkal, akik ugyanúgy látják ezt a helyzetet, ahogy mi, és össze tudunk fogni, anélkül, hogy politikusok közben matatnának. És egymást tudjuk támogatni, és átlátni ezeken az átlátszó hazugságokon, amit egy maroknyi elit irányít. Tehát ennyit a külkapcsolatokról. Úgyhogy zárásként idéznék mestereimtől, ugye én Makovecz Imre és Rudolf Steiner tanítványának vallom magam, de hozzáteszem, hogy Makovecz Imre azt mondta, hogy az én mesterem Rudolf Steiner, és az a feladatom, hogy megszabaduljak tőle. Én is így gondolom. Tehát én nem kis Makovecz, meg kis Steiner akarok lenni, hanem a valóságról beszélni, és a rendszerváltáskor Makovecz Imre és néhány barátja volt, az a összesen ez a körülbelül egy kézen megszámolható számú ember, aki Magyarországon tudta, hogy mit kellene csinálni. Ők egy harmadik utat kerestek, és megmondták, hogy ha nem ezt követjük, leírták egy agendában, mint mi most. Leírták 90-ben és kiadta az országépítő folyóirat. Én is az alapítók közé tartoztam, csak akkor még zöldfülűként felakadt szemmel figyeltem a mestereimet, és semmit nem értettem belőlük. Most ők meghaltak, most már értem. Most meg itt a mi időnk. Tehát 90-ben leírták, hogy mi a teendő, megkísérelték, nem sikerült. De elültették azt a magot, ami ma aktívvá válik. És ma kinyílt egy időablak, nem sokáig lesz nyitva, amikor ezt meg lehet csinálni. De elmondták pontosan, ha az, amit ők megkíséreltek 33 évvel ezelőtt, ez egy krisztusi kor, krisztusi életkor, egy történelmi ritmus, akkor mi fog következni? Fölolvasom. Nagy a kísértés a vállalkozás szabadabb lehetőségének csoportérdekek szerint való manipulálására. Annak, ha ez a szellem felülkerekedik, gyilkos következményei lesznek. Újra létrejön a 100 000 dőzsülő és 10 millió nyomorgó országa, és előről kezdődik a proletár forradalmak története. 1990. Ne ez következzen be. Tehát munkára van szükségünk, én azt remélem, hogy jövőre már ennek az új Szabad Egyetemnek a hallgatói foglalnak itt helyet, és addig már túl leszünk az új pénz bevezetésén, és bizonyos munkálatokat elvégeztünk, amik ennek a párhuzamos társadalomnak az intézményes megvalósítását alapozzák meg. Ehhez dolgozni kell. Tehát a passzív hallgatás pozíciójából próbáljunk meg kiemelkedni, és ha hazamegyünk, akkor szervezzük meg a tanulóköreinket, kosárközösségeinket és a többi honvédelmünket. Zárja bezárva. Köszönöm a figyelmet. A kérdések vannak, állok rendelkezésre. Köszönöm szépen a zavaros tetszési nyilvánítást. Remélem nem csak személyes varázsomnak köszönhető. Itt van az általunk kiadott negyedéves folyóirat, az Európai Közép. Ez elsősorban azzal foglalkozik, amiről beszéltem. Itt meg lehet vásárolni pár példáját, elég borsos. Önköltsége 2000 forint, de nem, ez a támogatott ár, ami általunk támogatott ár, az önköltség 2500. Tehát várom a kérdéseinket. Nagyon szépen köszönjük Attilának, és átadom azt. Jó napot kívánok, nekem egy kérdésem lenne, hogy miért nem opció a Bitcoin? És még, bocsánat, egy kiegészíteném, hogy a fiat valuták összeomlásával a készpénz is eltűnik. De az is összehangzik, mint a pengő,
Igen, köszönöm, nagyon jó kérdés. Először a bitcoinról és a kriptovalutákról. A pénzreform tartalmában nem tudtam belemenni, de kénytelen vagyok pár szóban ismét vagy megfogalmazni. Tehát annyit mondtam, hogy a jelenlegi krízis oka a pénzmonopóliumban keresendő. Tehát akik kibocsátják a pénzt és a pénz működési szabályait meghozzák, ezek monopól helyzetű szereplők. És ők diktálnak. Na most a jelenlegi pénz spekulatív eszközé vált. Tehát áruvá vált, ami azt jelenti, hogy a pénz eredeti szerepe, hogy egy közvetítő eszköz legyen, ami az árucserét megkönnyíti, ebből kikerült ebből a szerepből, és áruvá vált, amit a pénzpiacon lehet adni-venni, és lehet rá spekulálni. Föl lehet halmozni, és ezekkel a spekulációval akár egy nemzeti valutát is meg lehet fektetni. Ezt a Soros György megcsinálta. Az olasz lírát is majdnem megfektette, meg az angol fontot is, és hatalmasat kaszált rajta. Ezzel lehet játszani. Most a kriptovalutákkal is lehet játszani. Ezek a tőzsdén szerepelnek, a tőzsdei árfolyamokkal úgy lehet játszani, hogy akarunk. Egy kis fizetett újságírói hadsereggel bármi elérhető. Olyan valutára van szükség, ami nem áru, nem lehet áru, na már pedig a bitcoin az áru, sajnos. Lehet vele spekulálni, és a megreformált pénznek egy fontos tulajdonsága kell legyen, a kincsképző funkciót meg kell szüntetni. Mi az a kincsképző funkció? Hogy fel lehet halmozni, és lehet vele spekulálni. Hatalmi eszközként használni. Na most a bitcoinnal lehet. A bitcoin tulajdonosok túlnyomó többsége haszonszerzésre használja, és föl akarja halmozni, és adni-venni. Játszik vele. Tessék? Válnának hívják. Jó, oké, nevezhetjük márkinek, tehát megnézzük, hogy akár Elon Musk is mit csinált a bitcoinnal, vagy egyebek. Nem ez a lényeg, ezek nem érintik a pénz, azt a pénzreformot, amire szükségünk van. Tehát hogy lehet elérni, hogy ne lehessen spekulálni a pénzzel? Ezt egyébként tudják, például a kínaiak, meg az oroszok is tudják, hogy ez egy probléma, de hol van ennek az alapja? A régen úgy volt, hogy a jegybank, aki kiadja, vagy a nemzeti bank, a jegybank, vagy központi bank, az kiadja, kibocsátja a pénzt. Ezt megkapják a kereskedelmi bankok egy bizonyos alapkamatért, és ők tovább hitelezhetik. Tehát ott kereskedelmi bankok végzik a hitelezést, rátesznek egy kis százalékot, hogy nekik is jusson valami, és de a kihitelezhető pénz kötve volt ahhoz a pénzmennyiséghez, amit kaptak a központi bankhoz. Nem lehetett akármennyit kihelyezni. Volt egy tartalékráta, amit tartalékolniuk kellett. Ezt a tartalékrátát több lépésben megszüntették, és a kereskedelmi bankok korlátlan pénzteremtési lehetőséget kaptak, vagyis akármennyi hitelt kihelyezhetnek, és nem csak ez a változás történt, hogy elkezdték pumpálni a forgalomban lévő valuta buborékot, ami és emellett föllazították a banki tevékenység jogi korlátait, és lehetővé tették, hogy bankszerű képződmények, befektetési alapok jöjjenek létre, akik tisztán spekulációval foglalkoznak. Ezek a hedge fundok, akik határidős ügyletekbe beteszik a pénzt, majd kiveszik. Ehhez rövid lejáratú, akár órákra szóló hitelekre van szükségünk. Ezt veszik föl a semmiből teremtett hitelből, majd kaszálnak egy nagyot, és viszik a profitot. És oda jutottunk, ugye 71-ben lazították föl ezt a rendszert, és már oda jutottunk, hogy a reálgazdaságban, tehát konkrét munkával kevesebb profitot lehet elérni, mint spekulációval. A spekulációs úton elért profit, a reálgazdaságban elért profitnak a 4-6-szorosa. Na most ez mit jelent? Beszéljünk magyarul. Ez törvényes lopást jelent, mert a spekulációval nem születik érték. Érték a munkából születik. Árutermelésből. Tehát a spekuláció elvon a reálgazdaságból értéket. Tehát kiszivattyúzza
a dolgozó emberek zsebéből a pénzt, és ezzel játszik. Na most ezt a törvények lehetővé teszik, sőt, Magyarországon is a Corvinus Egyetem közgazdasági karán tanítják a tőzsdézést. Tanítják a törvényes lopás mikéntjét. Gratulálok. Tehát milyen pénzzel lehet ezt megszüntetni? A kincsképző funkciót kell megszüntetni, ez a lejáratos pénzt jelenti. Ez azt jelenti, hogy a pénzt kibocsátják, és mondjuk, tegyük föl, január elején kibocsátják, december 31-én bevonják. Nem lehet fölhalmozni. El kell költeni. És ha valakinek maradt ki, nem kifizetett számlája, vagy áthúzódó követelése, azt könyveléssel át tudják vinni a jövő évre. Ez nem új dolog, a középkorban így működött a pénzrendszer. Tehát a király volt a jegybank, ő verte a pénzt, minden évben kibocsátotta a pénzmennyiséget, igazítva a gazdaság igényéhez. Az emberek, amikor mielőtt a király bevonta az összes pénzt, akkor le kellett adni a pénzváltóknál. Mindenkinek följöttek, hogy mennyit adott le. Újra verte, akkor föl lehetett venni, amit tavaly leadtunk, de közben a király szabályozta a pénzmennyiséget és a pénzben az arany mennyiségét, és ezzel a pénzforgási sebességét is a gazdaság igényéhez igazította. De nem lehetett fölhalmozni, nem lett a király mellett egy második kis király, vagy Csák Máté, vagy akárki, vagy BlackRock. Ez az egyik. A másik, hogy a három pénzfunkció, mind három pénzfunkciót meg kell ismerni, ami ma el van fátyolozva előttünk. Ezek, amióta pénz van, léteznek. A római birodalom is léteztek. Mi ez a három funkció? Az első, az a csereeszköz, amit ismerünk, vásárolt pénz, az árucserét közvetíti. Ennél az a jó, hogyha ez egy önérték nélküli közvetítő eszköz. Amikor a tranzakció lezajlott, akkor a pénz értéke megszűnik. Ez a lejáratos pénz ezt tudja. A másik a hitelpénz. Az ebből a vásárlópénzből alakul át, de ezt eddig a bankok kezelték. Most, ha a helyi társulásos gazdaság az a alapsejtje a gazdaságnak, akkor a termelők és fogyasztók együttműködnek, ott történik a tranzakció, ők állapítják meg az árat. Ebben az árban a kölcsönösen megfelelő értékegyeztetés mellett bele kell tenni egy árrést. Egy olyan árrést, ami az összes egyéb pénzfunkció tartalmazza, tehát a hitelpénzt és a ajándékpénzt, ami az összes szociális költséget jelenti, ami jelenleg az állami újraelosztáson keresztül folyik. Tehát az állam ezt adópréssel lefölözi a gazdaságról, majd osztogatja egészségügynek, oktatásnak, haveroknak, akárkinek. Ebből ki lehet lépni, ahogy Liska Tibor fogalmazta a rendszerváltás körül, hogy ez a fosztogatásból osztogatás gazdaságra, ezt föl kéne számolni, és a helyben megállapított helyes ár tartalmazza az összes szociális költséget, azt nem futtatjuk keresztül az állami újraelosztó rendszer, ami szükségképpen korrupt, hanem közvetlenül irányítjuk helyben azokhoz, akiknek szüksége van rá, a iskolához, az orvoshoz, stb. Ez egy nagyságrenddel takarékosabb rendszer, és a helyi gazdaság hiteligényéhez pedig a hitelpénzt, amit ez a helyi közösség fog irányítani. Tehát átveszik a kereskedelmi bankok funkcióját. Most ezt kell megtanulni. Na most ugye a bitcoin ezt nem tudja, hogy a bitcoint ki lehet vinni a tőzsdére, és ott meg lehet fektetni. Ahogy a bitcoin árfolyamával is lehet játszani, bizonyos technológiai eszközök, amit kifejezett a bitcoin, azok használhatóak, tehát az, hogy ne lehessen hamisítani és hasonlók, ez rendben van. De nem oldja meg, hogy egy eszköz legyen, ami az állami elosztás rendszere helyett egy a helyi gazdaság által kezelt helyi pénz tudjon lenni. És itt nem csak helyi pénzre gondolok, mert ez egy egész valuta területet le kell, hogy fedjen. Tehát egész Magyarországot lefedheti, ahol egyetlen egy bank lesz, a Nemzeti Bank, aki kibocsátja a pénzt,
de nem gazdálkodik, nem folytat kamatpolitikát, csak kibocsát és bevon és könyvel. Ellentétben a CBDC-vel, ahol mindenről ők döntenek, a hitelezésről, a ajándékpénzről, mindenről ők döntenek. És azt is, hogy a vásárlópénzt meddig vásárolhatjuk, vagy nem vásárolhatjuk. Tehát ez a, ugyanazt a struktúrát használják fej tetejére állítva. Ezt meg kell értsük, ebből a célból egy társasjátékot fejlesztettünk, ami ezt a működést próbálja szimulálni. És ezt meg kell tanulnunk. Nem könnyű, de lehetséges, mert ez egészen más hozzáállást kíván a pénzzel kapcsolatban, mint amit eddig. Mi volt a másik kérdés? Bitcoin? CBDC-ről beszélt. Igen. Hogy a fiat valutákkal megszűnik a pénzünk. Igen. Az a helyzet, hogy az új pénz, amit bevezetünk, az is digitális. Sajnos. De miért? Mert ha papírpénzzel akarnánk indulni, akkor az lehetetlenül drága lenne kezdetben. Tehát egy olyan digitális pénz lenne, ami kívülről láthatatlan, ellenőrizhetetlen, nem kezeli az intim adatainkat, tehát mindenki szuverenitása szabadon van, a szabadságjogaik, amik a készpénzzel egyenértékűen megőrződnek, és ha ez a rendszer megerősödik, semmi akadály, hogy a készpénz is megjelenjen, hogy a mai forint részben bankszámlapénz, részben készpénz. Ha megerősödtünk, akkor lehet, de ahhoz nehezen hamisítható papírpénz kell, stb., ami egy csomó biztonsági előírást ehhez képest ugye ebbe elintézhetjük, csak ne legyenek illúzióink, hogy ez a digitális technika, ennek azért megvannak a veszélyi korlátai. Itt tudni kell, a kockázatokat ki kell védeni, és olyan mértékig bocsátkozzunk bele a gépi világba, amennyire az nem veszélyes. Elfelejtettem egy mondatot, amikor pedagógusokat szapultam, hogy egy pár hete volt egy rádióinterjú, ahol egy a pedagógus demonstráció egyik prominens képviselőjét interjúolta meg a kedvenc egymás fokozom a Spirit FM, és ott elmondta az összes közhelyet, amit el lehet mondani, hogy jaj, de milyen nehéz a sorsunk, és a többi, majdnem sírva fakadtam. És utána azt mondta, jaj, de jó, de hát jön a mesterséges intelligencia. És ez rengeteg terhet le fog venni a szegény pedagógusok válláról. Ezek a pedagógusaink, ezeknek a kezébe én nem adnék egy élő gyereket sem. Ne vegyék a robot tocskát. Pont, zárójel bezárnak. Várom a kérdéseket. Csak részben érintettétek, hogy ez a pénzvilág szempontjából állam az államban, ha így veszük, hogy erre van-e elképzelés, hogy ennek a biztonsága, a biztonságos működése meglegyen, mert ugye a nagyhatalmak mindig azon dolgoznak, hogy az embereket egymásnak utítják, és a bizalmat alássák. Tehát ennek van olyan módszertan, van olyan kontrollja, amivel ezt lehet működni tényleg biztonságosan, mivel egy digitális pénzről van szó. Megvan ennek a technológiája, hogyha erre én azt gondolom, hogy most az elkövetkezendő időszakban erről kell, hogy tájékoztassuk a nyilvánosságot, ez mit jelent, milyen megoldásokat jelent, de teljesen számunkra átlátható a működés, és kívülről feltörhetetlen, átláthatatlan. Tehát körülbelül olyan biztonsággal dolgozik, mint a Bitcoin, tehát hamisíthatatlan, és nem lehet kívülről beavatkozni. Nem ez a probléma, hanem az, hogyha betiltják. Tehát ha mindenfajta alternatív valutát betiltanak rendeletileg, ami nyilvánvaló nem a nép köréből fakad ez a szándék, az nyilvánvaló, de megpróbálhatják. Most ezt hozzáteszem, hogy Ausztria most indította el azt a folyamatot, hogy a készpénz használatot alkotmányos jogként megőrzi. Szlovákia már törvénybe iktatta. Most ha ők megtehetik, akkor Magyarország, hát akkor mit torkán? Hát az is close. Hát kb. Tehát ezt kérdezzünk rá bátran, hogy egy
legyen egy bátor újságíró, vagy... Pofán vágni kérdésekkel? Lehet, bármikor, nem kell pofán vágni, egyenesen rá lehet kérdezni. Hát erre vannak a, mondjuk teszem azt, ott van a parlamentben, mi hazánk, meg nem tudom ki, föl lehet tenni. Vagy a múltkor láttam egy budai étterem teraszán Orbán Viktor, majdnem oda mentem, hogy megkérdezzem, de aztán megnéztem a fogmegeket, és azt mondta, hogy inkább majd máskor. Igen. További kérdések még, és ezt nem... Itt balra. Az ügyen a sorban. Akkor hangosan. Már meglévő fénypénzek, értékmérő funkcióval bíró fénypénzek begyűjtésre kerülhetnek, hiszen már eredetileg is volt egy értékmérő funkció, nem lehet úgy megsemmisíteni, mint a bankjegyet. Tehát ez egy ilyen BR-termek el tudom képzelni. Hát, tehát, hogy a fénypénzeket, mint értékőrző, meg értékközvetítő eszközöket nehezebb begyűjteni, mint a papírpénzt. Hát nehezebb, de meg tudják oldani. Tehát ez az a helyzet, hogy nem szabad engednünk... De mi is meg tudjuk ezt oldani. Nem csak fénypénzek, más valutákra is a gazdaságát tud állni. A jugoszláv krízis is volt, automatikusan mindenki használta, nem a saját valutáidat, az inflálódott, hanem valami akár. Hát igen, de most az világosan látszik az, hogy az ellenfél mit akar. Tehát nekik van egy ütemtervük, ezt apró lépésekben fű alatt csinálják, hogy először a vállalati szektorban terelik át a digitális valutára, majd a lakosságiba. Először ugye Nigériában tesztelték ezt, ahol megpróbálták a digitális valutát bevezetni, a lakosság 99%-a ellenállt. Akkor plusz díjazáshoz kötötték a készpénzfelvételt. Korlátozni akarták, így úgy amúgy erre, orbitális tüntetések, rendőrökkel való összecsapások, akkor egy paraszt áldozatot hoztak, a jegybank elnököt leváltották, és folytatták ugyanott. Tehát erre kell felkészülnünk, csak azért azt látni, hogy a magyar társadalomnak a mainstream oldalán is, a hatalmi rendszeren belül működő emberek közül is sokakban megjelent a kérdőjel, hogy talán ez a készpénz, ez azért egy veszedelmes dolog, hogyha ezt megszüntetik. Tehát sok ilyen hangot lehet hallani, erre építsünk, és akkor próbáljuk meg ezeket az emberek ezekre rákérdezni, hogy igen, és ezek a kockázatok, és itt látszik, hogy ez ilyen ütemben így fogják bevezetni. Tehát erre lehet egy nemet mondani, és nem hiszem, hogy ezt azt mondanák, hogy ez Conteo, ugye. Hát ami ma Conteo, az holnap hír, ugye ezt tudjuk. Tehát ez jobb lenne a széles körben elismernek. Szóval ezt meg kell védeni, a készpénzt, akár fénypénz, akár papírpénz, ez egy köztes, tehát én nem akarom a forintot összeomlasztani. Az maradjon talpon, hogy mellette békében föl tudjuk növeszteni a sajátunkat, és ne kényszerből, hanem önként tudjunk átlépni, mert azt látjuk, hogy ez jobb, ebben nem matad bele senki, és nem akarunk adót elkerülni, hanem... Na, pont. Igen. Maszkályi Krisztián vagyok, egy gondolatom lenne, illetve több is. Én azzal kezdeném, hogy már harmadik napja vagyok itt, nagyon sok előadást meghallgattam, többnyire a problémák felvázolása került sorra, mivel szembesülhetünk, mit várhatunk, hogy mennyire kihasználnak és béke alá kötnek bennünket. Itt is elhangzott ugye az ingatlanoknak a elvonása tőlünk, és én örömmel hallottam itt az előadás megoldásokat is, a pénz is egy ilyen út, de ugyanakkor egy tőlem okosabb embernek a gondolatát szeretném megosztani azzal, hogy azt látjuk, hogy mit tesznek, és itt sajnálkozunk, keresünk a megoldásokat, de vajon mi mit teszünk? Mi valóban képesek vagyunk-e személyek, családok fellépni ebben az ügyben? Ezt arra gondolom, hogy például itt a lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatban volt egy népességszámlálás, ami burkolt a ingatlan számlálás volt.
egyértelmű az irány, hogy ez mire szolgál. Ennek kapcsán ugye megfenyegettek bennünket, akartak terelni egy irányba, és én személyesen elmondhatom, két ingatlan után sem közöltem adatot, bármilyen módon próbáltak sarokba szorítani. A mai napig nem kaptunk büntetést, hála Istennek. Nem tudom hányan tették meg ugyanezt, hiszen ha adatot szolgáltattak, akkor az azt jelenti, hogy asszisztálunk ez a rendszerhez, ami ránk vár. Ugyanakkor tényleg félelmetes tudna lenni, hogyha bennünket akár 100 000 forintokra, vagy bármilyen is megbüntetnek. De ez pont az a komfortzónán kívül terület, amit vállalnunk kell. Ugyanez vonatkozik a készpénz használatra is. Most, amikor a Lidl meg nagyon sok bolt, a Decathlon, stb. Bevezeti a készpénz nélküliséget. És pontosan, én is ezt akarom itt mondani az egyik hozzászóló után, hogy nem kell akkor oda járni, illetve... Vagy követelni kell, hogy fogadják el a törvényes fizetőszint. Így van, illetve hogyha, mint ahogy talán fájdalmas lenne a bírsága a adatközlés megtagadása után, ugyanúgy fájdalmasabb lehet az is, hogy a készpénzt használva a bankautomatából, bankból felveszünk a pénzt, még hogyha kellemetlenül számolnak is rá 100%-ot, akkor is a kezünkben lévő pénz mennyiségének növelésével inkább tudnánk asszisztálni a saját jövőhöz. Én csak ezt szeretem volna elmondani, nem tudom, hogy van-e hozzáfűzni valami. Abszolút egyetértek minden szavával. Ilyen, hogy a vagyonfelhalmozást, ez akadályozni, ez egy buta indukció, mert valamilyen fokán ott fogunk, mindenkire kell tartalmokat képezni. Az most mindenek a méretét, a függelőt mekkora. Na most nagy a valószínűség annak, itt, hogy lesz egy pár ország, mondjuk Svájc, hogy például, hogyha kötelezővé teszi a mindenhez a készpénz használatot, illetve a lehetőségét, ez a dolgképpen a valutája, ahol is sem fel fog érteklődni, nem mindenki elkezd oda menti, ahol menteni a vonalát mindenki. De most egy furcsa paradox helyzet állt elő, úgyhogy mondhat a kormány totál csődöt ezután, miután megpróbálja, és akkor azt látja, hogy elszáll minden érték, az emberek totál bizalmatlanul viselkednek a rendszerben. Ez a, amit elmond, ez a valós probléma, amennyiben a jelenlegi paradigmában maradunk. De ez a az, hogy a svájciak esetleg, vagy akárki profitálhat abból, hogy náluk még van készpénz, és akkor mindenki oda vándorol át, ez egy veszedelmes dolog, és ez egy átmeneti megoldás lehet, de ez csak a kiszolgáltatottságunkat növeli. Erre is válasz a saját pénz, mert abban nincs infláció. Megszűnik az infláció, mint olyan, ami egyébként nem egy ördögtől való dolog, de most nem menjünk bele, csak akkor nem lehet adni-venni. Most ez a felhalmozás, ez már itt szétfeszíti a jelen előadás kereteit, hogy de egy mondatot rá, hogy ma az egészséges gondolkodás azért takarékoskodnak, hogy öreg napjaikra nekik meg a családjuknak nyugdíjuk legyen, ugye? Ez egészséges gondolkodás. A beteg gondolkodás az minél több pénzt akar, és a pénzből is pénzt csinálni. Vannak ilyen pénzbeteg emberek, nem kis számban Magyarországon. Ez a tudatalkot az ember, persze, biztonságra most, keresi. Biztonságra persze, ez jogos, tehát a pénzbetegeket leszámítja. Tehát ezt a biztonságot az új pénznél az a különbség, hogy ott nem a felhalmozott vagyon biztosítja, hanem a szociális költségeket, ami a idősek ellátás, az egészségügy, stb. Azt nem nyugdíjalapokból, meg egészségügyi alapokból kell finanszírozni, hanem a folyó gazdaság teljesítményéből, közvetlenül a gazdaságból, mert a betétgyűjtő alapok valójában pénzgyűjtő intézmények és a befektetési alapoknak a leányvállalatai. Tehát a nyugdíjbiztosító nem azért van, hogy a mi nyugdíjunkat őrizze, hanem hogy forgatja az alaptőkéjét, és akár taposóaknákra, vagy fegyverre, Ukrajnába, a nyugdíjasokat, ez nem érdekli, csak jöjjön a lé. Ez tarthatatlan. Ezek a pénzzel spekulálnak, és ez egészen más, egy köztes állapot, egy etikus bank. Milyen egy etikus bank? Tudok egy ilyet, mondani egyet. A Holland Triodos Bankot, ahol a betéteseknek megmondták, hogy nálunk nem cél az, hogy nagyot kasszáljunk, hanem hogy tisztességes hiteleket tudjunk adni, akár mikrohiteleket is, ezért a betéteseink ne várjanak el tőlünk kiemelkedő kamatjövedelmet. Megválaszthatják,
mi nyilvánossá tesszük, hogy kinek mire adunk hitelt. Mi csak támogatható vállalkozásoknak, biogazdaságoknak, stb. Helyi iparnak, stb. Hitelezünk, nyilvános a hitelpolitikán. Aki hozzánk teszi a betétjét, választhat, hogy az ő pénzét milyen százalékos kamatra hitelezzük ki. Választhat egy nálunk nem túl magas kamatot, egy közepes kamatot, vagy egy nulla kamatot. És az emberek azt várták, hogy hát akkor ide nem fogja egy betétesse betenni a pénzét, mert megrohanták a betétesek a Triodos Bankot, és azóta is prosperál, mert az emberek egyetértenek ezzel a céllal, és egyetértenek, hogyha egy olyan vállalkozásnak akarunk pénzt adni, akinek nincs pénze, de van tehetsége, akkor adjuk oda, nem a kamat számít, nem pénzből akarunk pénzt csinálni. Tehát ez egy köztes megoldás, de a helyi gazdaság, a helyi közösség döntenek arról, hogy helyben kikapjon hitelt és mire, ott mindez még egyszerűsödik, és ott nem kell ilyen spekulatív játékokkal gondolkodni, mit lépek én, a másik hogy fog kitolni velem, hogyha én így lépek. Ez a múltba felejtsük el, és tabula rasa. Ha nincs több kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük el Cseh Attilának ezt a kiderítőadását. Yeah.